Szabadkán nyit képzési központot a Mathias Corvinus Collegium, amely a legtehetségesebb helyi és környékbeli magyar fiatalok tehetséggondozását vállalja fel. A tehetséggondozó alapítvány programjai évek óta elérhetőek Erdélyben és Kárpátalján, tavaly óta pedig már Felvidéken is. Szabadkára tanévet 25 általános iskolás és 25 középiskolás kezdheti majd meg. A jövőben helikopter segítségével is végeznek majd életmentést a szerbiai csendőrség különleges egységei az országban, sőt mozgócsónakból is menthetnek embert. A régió országainak pilótáit Szerbiában képzik ki az ilyen típusú akciókhoz. Belgrádban már az első próbamentést is megtartották, ami sikeres volt. Színes programokkal várják a látogatókat augusztusban Magyar Kanizsa községben. Malomfesztivál, futó- és úszófesztivál, Szent István nap és újkenyér ünnep is lesz. A forró napokon pedig a Tiszapart hozhat felfrissülést az embereknek. Bejutott az olimpiai tenisztorna negyeddöntőiben Novak Djokovic. A szerb teniszező két szettben 7-5-6-3 arányban győzte le a német Dominik Köffert. Djokovic következő ellenfele a görög Stefanos Tsitsipas lesz.